Parlamenti választások. Nagy lesz a verseny az RMDS-ben a parlamenti képviselői és szenátori tisztségekért. A jelölési határidőig összesen 69 személy jelentkezett a képviselői és szenátori posztokra. Adózás. A katonai nyugdíjak esetében is megemelte a kormány az adómentességi küszöböt. A kormányfő szerint ugyanakkor megoldást keresnek a nehéz munkakörben dolgozók, különösen a bányászok és a fogyatékkal élők nyugdíjával kapcsolatos problémákra is. Bentlakások. Csupán a diákok 20%-ának jut hely a Bábesbolyai Tudományegyetem bentlakásaiban, miközben az igénylések száma évről évre nő. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Nagy lesz a verseny az RMDS-ben a parlamenti képviselői és szenátori tisztségekért. Több mint kétszer annyian adták le a jelölési dossziéjukat, mint amennyi befutó helyre számíthat a szövetség a parlamenti választásokon. A jelölési határidőig összesen 69 személy jelentkezett a képviselői és szenátori posztokra az RMDS-ben. Arad megyéből egy jelentkező van, Brassóból 7, Besztercen-Aszódból 2, Fehér megyéből 7, Csíkszékről 3, Gyergyószékről 3, Háromszékről 8 jelölt van. Hunyad megyéből 2-en, Kolosból 4-en, Máramarosból 2-en, Maros megyéből 10-en, Szatmár megyéből 4-en jelentkeztek. Három jelölést iktattak Szeben megyéből, 2-t Szilágy megyéből és 1-et Temes megyéből. Udvarhelyszéken 4-en pályázzák meg a hónatjai posztokat. A Magyar Ifjúsági Értekezletnek is van jelöltje Szilágyi Dóra személyében. A legnagyobb verseny azonban a Szórvány Magyarság számára fenntartott képviselői helyért zajlik majd, amelyre 7-en jelentkeztek. Markó Attila, Bodóczi Anna Mária, Kelemen Attila, Lőrinc Helga, Décsei Attila, Ihász János, de folytatná a munkát Benedek Zakariás is. A Szórvány képviselői jelölt személyéről nem a megyei szervezetek, hanem a szövetségi állandó tanács dönt. Ugyanez a testület dönti majd el, hogy hol kapnak helyet a kétoldalú megállapodások alapján a szövetséggel együttműködő Erdélyi Magyar Szövetség és a Magyar Polgár erőjelöltjei. Zajlik már az adókapok az államfőjelöltek között. Mécsel Csana egy hírtelevízióban ironikus megjegyzést tett arra vonatkozóan, hogy a miniszterelnök szakértőktől kellett tanácsot kérjen gazdasági kérdésekben. A dolgot Mécsel Csalákú sem hagyta szó nélkül, így reagált. Szívesen emlékezteti a volt NATO főtitkár helyettest arra, hogy miket csinált anno a PSZD-ben. Szerdán este Mitchell John egy hírtelevízióban reagált arra a hírre, miszerint a miniszterelnök elismerte Florin Georgescu-tól, a Román Nemzeti Bank első alelnökétől, és Krisztián Szokoltól, a Román Garancia Alap felügyelőbizottságának elnökétől kért tanácsot a költségvetési és makrogazdasági politikával kapcsolatban. Én nem akarok olyan helyzetbe kerülni, hogy közgazdasági korrepetálásra, angol nyelvi korrepetálásra, holnap-holnap után pedig külpolitikai korrepetálásra kelljen járjak. Ha valaki több tárgyból megbukik, akkor annak az évet is meg kell ismételnie, fogalmazott ironikusan a volt NATO főtitkár helyettes. Csütörtökön többek között John megjegyzéseiről is kérdezték a miniszterelnököt. Szerintem ez túlzás. Ez az én véleményem, szerintem túlzás. Én sok szerencsét kívánok neki, de ha akarja, emlékeztetem, mit csinált a PSZD-ben, és hogy milyen maffia csoportokkal akart Románia elnöke lenni. Nekem nincsenek fenntartásaim. A miniszterelnököt arról is megkérdezték az újságírók, mit szól ahhoz, hogy John szeretné, ha ők ketten jutnának be az államelnök választás második fordulójába, mert akkor ő nyerne. Csolákú csak annyit mondott, nyerjen, majd meglátjuk. A katonai nyugdíjak esetében is megemelte a kormány az adómentességi küszöböt, erről szerdai ülésén döntött a Csolákú kabinet. Koalíciós botrányt okozott a katonai nyugdíjak adómentességi küszöbének megemelése, miután a szociáldemokrata munkaügyi miniszter Simona Bucurau Prescu és a liberális Márcsél Boros pénzügyminiszter, előbbi Márcsél Csolákú miniszterelnök, utóbbi Nikolai Csuka pártelnök utasítására saját tervezetet dolgozott ki ugyanabban a témában. Ezért a szerdán 11 órára beütemezett kormányülést is el kellett estére halasztani. Végül sikerült közös nevezőre jutni arról, hogy megemelik a katonák és a rendőrök nyugdíjának adómentességi küszöbét is. Практик,
A mai döntés révén gyakorlatilag a katonai nyugdíjakat is ugyanarra a szintre emeljük, mint más nyugdíjakat, amelyek esetében már elfogadtuk az adómentességi küszöb 2000 lejről 3000 lejre történő emelését október 1-től kezdve. A kormányfő ugyanakkor közölte, hogy megoldást keresnek a nehéz munkakörben dolgozók, különösen a bányászok és a fogyatékkal élők nyugdíjával kapcsolatos problémákra is. Utóbbiak a nyugdíjak újraszámolásának vesztesei, hiszen nagyon rövid ideig fizettek hozzájárulást. Ezek az emberek nem tehetnek arról, hogy az elmúlt években az állam pillanatnyi érdekből többször is megváltoztatta a nyugdíjazási szabályokat, fogalmazott Csolákú, hozzátéve, hogy nem populista intézkedéseket akar, hanem egyeztetni fog az Európai Bizottsággal a helyzet orvoslása érdekében. Jóváhagyta a képviselőház plénuma azt a kormányrendeletet, amely előírja az úgynevezett melegebéd program folytatását. Országos szinten 450 tanintézmény került be a programba. Folytatódik a melegebéd program, amely több száz iskolában biztosítja a diákok ingyenes étkeztetését. A kormány vonatkozó rendeletére döntő fórumként a képviselőház is rábólintott. Ez a program már nagyon rég indult, 2016-17-es évtől, és csak 50 iskola kapott erre lehetőséget, hogy a gyerekek melegebédet fogyasszanak. Ez nőtt évről évre, 50, 100, 300, 450, hiszen ez egy nagyon fontos és nagyon szükséges program. A program révén napi 15 lei értékben ingyenes étkezési támogatást biztosítanak meleg étel vagy élelmiszercsomag formájában. Országos szinten 450 iskola tanulói és óvodásai részesülnek a programban. 2023-ban egyébként a tanügyi törvénybe egy olyan cikke is bekerült, amely azt tűzi ki célul, hogy legkevesebb 1 millió gyerek kapjon melegebédet a hazai tanintézetekben. Ettől az iskola elhagyás jelenségének a visszaszorítását, illetve az iskolai lemorzsolódás megfékezését remélik a törvényhozók. Jövő év áprilisától elektronikus engedélyt kell kiváltaniuk azoknak, akik az Európai Unió területéről Nagy-Britanniába utaznának. A brit belügyminisztérium tájékoztatása szerint az Electronic Travel Authorization, vagyis az ETA nevű online dokumentumot az Európából, köztük az EU országokból érkező nem vízumköteles látogatók 2025. március 5-től kérelmezhetik. Még április 2-től már csak az ETA birtokában léphetnek be Nagy-Britanniába. Az előírás nem vonatkozik a letelepedési engedéllyel Nagy-Britanniában élő EU állampolgárokra. Az engedélyt 2 évig, illetve a kérelmező útlevelének lejártáig lesz érvényes, és korlátlan számú nagy-britanniai beutazást tesz lehetővé, esetenként legfeljebb 6 hónap időtartamra. Az engedély 10 pontba, vagyis közel 60 lejbe kerül majd. Az azonnali reagálások szerint az Amerikai Egyesült Államok demokrata elnökjelöltje Kamala Harris nyerte a Donald Trump republikánus elnökjelölttel folytatott keddesti több mint 90 perces televíziós vitát, melynek központi témáit a gazdaság, az illegális bevándorlás, a nemzetközi konfliktusok, a terhességmegszakítás és a szociális juttatások képezték. Televíziós viták elméletileg nem döntik el a választások kimenetelét, de fontosak. Az eddigi visszajelzések alapján érdekes hozadékai vannak a két amerikai elnökjelölt, Donald Trump és Kamala Harris közötti keddi vitának, hangsúlyozza híradónknak Adi András. A külpolitikai jellemző azonnali eredményeket említ. A Trump Media and Technology Group részvényei 12%-ot estek, a Bloomberg dollárra vonatkozó mutatója 3%-ot csökkent a vita után, miközben Donald Trump egyik veszőparipája az erős dollár. A nagyobb fogadóirodákban 56%-ra tették Kamala Harris esélyét arra, hogy megnyerje a választásokat a vita előtti 53%-hoz képest. Megmozdult a vélemény és a gazdaság is reagált a vita estre. Adi András szerint Donald Trump csapatának igyekezetével ellentétben nem sikerült elérnie, hogy jelöltjük legyen nyugodt, és próbálja szakpolitikai kérdések felé terelni a beszélgetést. Ez a vita 15. percében már romjaiban hevert. Az elemző példaként azt a pillanatot említi, amikor Donald Trump arra buzdította ellenfelét, beszéljen a bevándorlás kérdéséről, ám Kamala Harris kikerülte a válaszadást. Donald Trumpnak ettől a pillanattól kezdve, mondjam úgy, teljesen elgurult a pirulája, és nem lehetett már csak olyasmit hallani, tehát valótlanságokra halmozott. Nagyon-nagyon érdemes volt Kamala Harris arcát, mimikáját figyelni,
A meglepődéstől, döbbenettől, az egészen a szórakozásig mindent végig skálázott. Nem vita volt, szerintem, hanem egy igen verbális iszabbirkozás. Adi András szerint érdemes odafigyelni arra, hogy a Wall Street Journal egyértelműen Kamala Harris-t hozta ki győztesnek a folyamatból, a több mint 90 percnyi vitából. Megemlíti a Kamala Harris által Donald Trumpnak tett újabb, ezúttal szakavatottabb vitára vonatkozó ajánlatát, amire az ellenjelölt válasza, hogy egy feltétellel megy bele ebbe. Ha a moderátorok a Donald Trump féle Fox News-tól kerülnek ki. A Fox News közben hivatalosan is meghívót küldött a két jelölt kampányszervezetének egy második októberi vitára. Egy tervezet értelmében nem vezethetnének éjjel a kevesebb, mint 3 éve jogosítványa a rendelkező gépkocsi vezetők. Az Európai Unió tervezete szerint a kezdő sofőrök éjféltől reggel 6 óráig nem ülhetnének a volán mögé. Az Európai Unió több éve azon dolgozik, hogy a közlekedést egyre biztonságosabbá tegye, így a legújabb tervezete szerint a kevesebb, mint 3 éve jogosítvánnyal rendelkezők számára megtiltanák az éjszakai vezetést. A kezdő sofőrök a tervezet szerint nem vezethetnének éjféltől reggel 6 óráig. Kijén János gépjárművezető szakoktató szerint a javaslat hátterében az éjszakai ittas vezetést szeretnék visszaszorítani a fiatal sofőrök körében, de a javaslatot nem tartja feltétlenül jónak. Én nem tartom helyén valónak azt, hogy 12 órától 6-ig, hát akkor nem közlekedjenek, de utána 5 órától 12-ig se, vagy 6 órától télen, ugye? Mert télen, tudjuk azt jól, itt nálunk 5-6 órától sötétség van. Úgyhogy akkor lehet balesetveszély akkor is, sőt, a balesetveszély sokkal nagyobb télen. A javaslat hátterében az áll, hogy a felmérések szerint 2022-ben az Európai Unióban 4%-kal emelkedett 2021-hez képest a közúti balesetek halálos áldozatainak száma. Az uniós országok között az 1 millió lakosra jutó 86 halálesettel listavezető. A szakértők szerint pedig a statisztikák alapján a tapasztalatlan sofőrök okozzák a legtöbb közúti balesetet, amelyek jelentős része éjszaka történik. A burgonya terméshozama tekintetében Románia idén az utolsó helyen áll az EU szintjén, annak ellenére, hogy várhatóan több krumplit fognak betakarítani hektáronként, mint tavaly. Hargita megyében kielégítő terméshozamra számítanak, viszont a gazdák egyelőre nincsenek megelégedve a felvásárlási árral. Az idei Hargita megyei burgonya termés kielégítő, annak ellenére, hogy egyelőre a közel 6000 hektáron termelt krumpli mintegy 30%-át takarították be csupán, számolt be híradónknak Romfeld Zsolt, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság igazgatója. A szakember idén átlagban 21-22 tonna hektáronkénti burgonya termésre számít, ami a tavalyi terméshozamhoz viszonyítva valamelyest jobb. Ez a terméshozam gyakorlatilag nem öntözött körülmények között valósult meg, hiszen Hargita megyében nagyon kevés az olyan burgonyával termesztett terület, amely öntöző rendszerrel van ellátva. Mennyiség szempontjából mondjam azt, hogy kielégítő, viszont a piac még nincs kialakulva, és az ár sincs véglegesítve. Tehát jó lenne, hogy a termelői kapuba, tehát a farmok kapujába, úgy mondjam, az eladáskor a burgonya ára az két lejt meg kéne éri. Tehát kéne közelítja. Ezzel szemben a burgonya ára egyelőre nem változott számottevően a tavalyhoz képest. A felvásárlási ár 1 lej 30 bani, 1 lej 40 bani kilogramonként, viszont az idei burgonya piac a betakarítás végéig nem alakul ki, tájékoztatott a szakember. Szeptember második fele és az október is a burgonya betakarításáról fog szólni. Románia legfontosabb krumpli termővidéke Hargita, Kovászna és Brassó megye. Maros megyében elenyésző azoknak a gazdáknak a száma, akik támogatást kérnek burgonya termesztésre. A burgonya támogatási programról elmondhatom, hogy 21 fő iratkozott be összesen 34 hektáros területtel. Mi nem vagyunk nagy burgonya termesztők, mint a szomszédos Kovászna és Hargita megyék, tehát nálunk inkább magánszemélyek saját maguk részére termesztenek burgonyát. Az Európai Bizottság becslése szerint idén várhatóan 5%-kal több burgonyát fognak betakarítani hektáronként Romániában, mint tavaly. A hozam tekintetében ennek ellenére is az utolsó helyen állunk az Európai Unióban, 14,8 tonnával.
A beteg gyereket ne küldjék iskolába, többek között ezt javasolja a szülőknek az egészségügyi minisztérium az új tanév kezdetén, de a diákok és a pedagógusok számára is megfogalmaztak néhány tanácsot. Egészségügyi szempontból minden tanévkezdés egy új kihívás a diákok, a szülők és a pedagógusok számára, ugyanis ez egybeesik az évszakváltással, éppen ezért az egészségügyi minisztérium mindig megfogalmaz néhány javaslatot azzal kapcsolatban, hogy mire érdemes odafigyeljenek az érintettek. Tar Gyöngyi tiszti főorvos, a Hargita megyei egészségügyi igazgatóság vezetője elmondta, ezek nem új javaslatok, viszont minden évben emlékeztetni kell a tanügyi szféra szereplőit ezek betartására. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy nem szabad a gyereket iskolába engedni, amennyiben valamilyen betegség tünetei jelentkeznek nála, mert könnyen megfertőzheti a társait, vagy azokat, akikkel kapcsolatba kerül. Legyen a szempont, hogy kivel maradott a gyerek, mert ez most már megoldható. Törvényes betegszabadság jár érte a szülőnek, a gondozónak, és ha meg úgy érkezik, hogy a szülő nem vette észre, vagy ott törnek ki rajta az iskolában, a közösségben, az óvodában a betegség jelei, akkor pedig a pedagógusok tudják észrevenni, megfigyelni. A személyes higiéniára is nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen annak hiánya is hozzájárulhat különféle betegségekhez. Javasolják továbbá a szakemberek, hogy a kötelező védőoltásokat, illetve az influenza elleni vakcinát adassák be a tanulóknak. A COVID figyelmeztetett bennünket arra, hogy nem tűntek el a fertőző betegségek. A 21. században is akármikor felütheti fejét egy járvány, tette hozzá az egészségügyi igazgatóság vezetője. Általános felháborodás övezi a csapvíz minőségét Sepsiszentgyörgyön. Hetek óta olykor fekete, sárszínű lé folyik a vezetékekből. A közüzemek RT nyugalomra inti a lakosságot, és a türelmüket kéri. Az ivóvíz nem mérgező, ugyanúgy szűrik és tisztítják, mint eddig. Egy nagyobb beruházás kellemetlen mellékterméke a salakszínű folyadék. Ilyen fekete csapvíz folyik olykor a sepsiszentgyörgyi háztartásokban. A meglepetésszerűen fekete kávészínű lé időszakosan folyik a vízvezetékből, de így is aggodalmat keltett a városlakókban. Ijegységre nincs ok, magyarázza a közüzemek RT vezetője. A vezetékben lerakodott anyag oldódik fel ilyenkor. Mangán és vas, amely ugyan nem túl gusztusos, de néhány perc alatt kitisztul, ha engedjük kifonni a szennyezett vizet. Egy nagyobb beruházás miatt fordul elő mostanában ez a kellemetlenség, magyarázza. Ilyen elszíneződés okozott az elmúlt pár hétben azok a munkálatok, amelyeket a digitalizációs programunk keretében végeztünk. Tavaly megnyertünk egy uniós pályázatot, egy 10 millió lejes pályázatról van szó, amelyhez még ha az önrészünket is hozzászámítjuk, akkor az olyan 11-12 millió lejre rúg, és a város különféle pontjain 110 hozammérőt kell felszerelnünk az év végéig. A jó hír, hogy eddig 90 ilyen készüléket sikerült rögzíteni, csupán a munkálatok kis része maradt hátra. A szerelés alatt elzárják központilag a vizet, amikor pedig újból megengedik, akkor kerül a salakanyag a csapból folyó vízbe. A hozammérők szektorizálást jelentenek, bármilyen probléma lép fel a vízhálózatban, a beruházás segít lokalizálni a problémát, ezáltal gyorsabban is tudják orvosolni azt, mondta, azaz hosszú távon a jelenlegi kényelmetlenség a lakosságnak is megéri. A közüzemek arra kéri a fogyasztókat, hogy azokban a háztartásokban, ahol pár perc után sem tisztul ki a víz, jelezzék. Ilyen esetben egy plusz átmosással tudják orvosolni a problémát. Noha óriási rá az igény, csupán a diákok 20%-ának jut hely a Bábesbolyai Tudományegyetem bentlakásaiban. Az egyetem bővíteni a helyek számát, de az állam nem partner ebben. Csupán a diákok 20%-ának jut hely a Bábesbolyai Tudományegyetem bentlakásaiban, tudtuk meg Markó Bálint rektorhelyettestől, a magyar tagozat felelősétől. Évente szembesülnek a problémával, hogy jóval több az igénylés, mint a helyek száma, amit biztosítani tudnak. Elmondta, már évek óta szeretnének bővíteni a helyek számán, azonban nem kapták meg erre a kellő támogatást. Az Oktatási Minisztérium 40 millió lejt kap a tartalék alapból az ország több mint 30 kollégiumából.
kollégiumának befejezésére. A közeljövőben 7 bentlakást kell befejezni, de a BBT-je nem tartozik a sürgős esetek közé, így idén sem kap támogatást. Itt Kolozsvár központjában, ahol van a Kőkert utcai diák bentlakás központunk vagy kampuszunk, ott akartunk építeni egy bentlakást, ez aztán elakadt mindenféle hivatali útvesztőkben és tiltakozások nyomán. Illetve ahol a Matek Infónak fogunk majd építeni egy új kampuszt, és ahol az Infobio Nano for Health platformunk is fog majd épülni, kint Kolozsvár szélén, a lomb alatt, ott nyilván terve majd van az is, hogy a diákoknak építeni egy bentlakást. Hozzátette, a meglévő bentlakásokat a lehető leghatékonyabb módon igyekeznek karbantartani, tisztasági festést végeznek, bútorokat cserélnek, felszerelést újítanak. A BBTE 7000 bentlakásos helyen rendelkezik, ezek eloszlanak a különböző városokban és kampuszokon. A nyár folyamán 72 bevetésen vettek részt a Maros megyei barlangi és hegyi mentőszolgálat munkatársai. A legtöbb esetben kisebb személyi sérülések miatt riasztották őket. Május közepe és szeptember elseje között 72 riasztás érkezett be a Maros megyei barlangi és hegyi mentőszolgálathoz, 20%-kal több, mint a tavalyi év azonos periódusában. Nem csupán hegyvidéken, de más nehéz terepen, többek között erdőben és dombos vidéken történő baleseteknél is segítettek. Megváltozott egy kicsit a hegyi turizmus, többen járnak, többféle sportág kezdett népszerű lenni a hegyen. Itt például mountain bike-ról beszélek, hogy több hegyi kerékpáros baleset is volt ezen a nyáron, és úgy néz ki, hogy az embereknek is nagyobb a kedvük, és szeretnek járni a Maros megyei hegyekben, úgy a Kelemen, mind a Görgényi havasokban. Turisták mellett favágók, erdészek és gyümölcsszedők is kértek segítséget a hegyi mentőszolgálattól a nyár folyamán, illetve eltűnt személyek keresésében is közreműködtek. A legtöbb bevetés kisebb személyi sérülés miatt történt, bokatörés, térdficam, illetve kis sérülés, de volt néhány olyan eset is, amikor gerinc, medence vagy fejsérülés miatt riasztották őket. Kovács Róbert elmondta, a szeptemberi és októberi hónap még olyan periódus, amikor sokat kirándulnak az emberek, emiatt pedig felkészültek arra, hogy érkezhetnek be segélyhívások. A Maros megyei barlangi és hegyi mentőszolgálatnak jelenleg 15 alkalmazottja van, továbbá 30 önkéntes segít a mentések során, többnyire hétvégén. Támogass egy mosolyt, gördíts félre egy követ mottóval indított adománygyűjtési kampányt a gyulafehérvári Caritas szociális gondozás ágazata. A kezdeményezés célja, hogy felajánlásokat gyűjtsenek a gyerekközpontokban, illetve a biztos kezdetházakban zajló tevékenységek támogatására. 14 településen 21 központban zajlanak hátrányos helyzetű gyerekek és családok felkarolásával foglalkozó programok Erdélyszerte, Fehér, Hargita, Kovászna és Maros megyékben a gyulafehérvári Caritas szociális gondozás ágazata jóvoltából. A nappali központok és a biztos kezdetházak működtetése óriási terhet ró a szervezetre és a befogadó önkormányzatokra, ezért indítottak a adománygyűjtő kampányt, amelynek keretében természetes személyek egyszeri vagy többszöri felajánlásait fogadják. A Facebookon futó kampányunkról egy kattintással átvezet a Caritasnak a honlapjára, ott kiválasztja az adományozó, hogy milyen összeget szeretne felajánlani, és kitölti az adataival, lehet ezt teljesen névtelenül, illetve lehet névvel vállalni azt, hogy adományoz és támogatja a Caritas munkáját. Egy hete indult el a Támogass egy mosolyt, gördíts félre egy követ kampány, és még 2 hétig tart, de annak lejárta után is él az adományozói felület, tette hozzá Márton Melánia, így egész évben lehet támogatni a szervezet tevékenységét. Hangsúlyozta, nem feltétlenül nagy adományokat várnak, az a fontos, hogy mindenki akkora összeget ajánljon fel, amennyit az anyagi helyzete megenged. A 21 központban 2000 gyerek és családjuk mindennapjait teszi könnyebbé a gyulafehérvári Caritas munkatársai.
Női jégkorong tornát szerveznek Csíkszeredában, sporttal folytatjuk. Első alkalommal kerül sor Csíkszeredában nemzetközi női jégkorong tornára, az eseménnyel a nemrég elhunyt Sajtos Katalinra emlékeznek. Négy csapatos női nemzetközi jégkorongtornát szerveznek szeptember 14 és 15-e között Csíkszeredában. A Vákár Lajos műjégpálya a hétvégén három székelyföldi és egy magyarországi csapatot fog vendégül látni. Négy székelyföldi együttes vett volna részt. Végül az egyik együttes nem tudott részt venni, így nemzetközivé formálódott a torna, és három székelyföldi, valamint egy anyaországi együttes rész, a mi csapatunk a Csíkszeredai Sportklub, mellette pedig a Fokszuki, György Ösztön Hígyós, a Marosvásárhelyi ISK és a 60 igazott csapata mindkétnek majd mentünk torna. Három mérkőzést szombaton rendeznek, délelőtt 11 órától a Csíkszereda 60 találkozót, fél egytől Gyergyó Szent Miklós a Marosvásárhelyi csapattal játszik, majd fél négytől Csíkszereda a Marosvásárhelyekkel lép jégre. Vasárnap folytatódik a mérkőzések sorozata, reggel 9 órától Gyergyó Szent Miklós a 60-i csapattal mérkőzik, 11 órától 60 Marosvásárhely meccset követhetik a nézők, végül fél egytől a Csíkszereda Gyergyó-Szent Miklós derbire kerül sor, vasárnap megemlékezést szerveznek, amikor a nemrég fiatalon elhunyt csíkszeredai jégkorongozóra, Sajtós Katalinra emlékeznek, ez alkalommal pedig visszavonultatják az általa viselt messzámot is. Itt ér véget a híradó, én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.